Nem könnyű végignézni, ahogy az embert kirántja a házából. A tornádó. Nagyon félek. Minden lángol. A vihar szeme. Új rész vasárnap este 9-kor a Discovery műsorán. Ma harcolni fogok. Bekerültetek a legjobbak közé, hogy megküzdjetek egymással. Mindenki csak magára számíthat. Én nyerni jöttem! Minden nap verseny, minden perc verseny. Mindenki a pénzért jött. Te egy legendához beszélsz! Igen! Úristen! Nem megyek haza! Csupasz túlélők, aki állva marad. Új rész hétfő este 9-kor a Discovery műsorán. Elszaladt. Nem akarta, hogy elkapja a rendőrség. És nem véletlenül. Fel a kezekkel! Üldözés ezerrel. Premier szeptember 1-én a Discovery műsorán. Haton a brit régiségkereskedő krémjéből versenyre kelnek. Ezt már eleve nekem készítették. Van önbizalmad. Hogy lenyűgözzék a vevőket. Évek óta vadászok már erre. Akarja! És különlegességekre bukkanjanak. Melyikük talál olyan antikvitást? Öntött vas csúcs dísz. Meg akarod nézni az enyémet? Minek? Ami mindent visz. Gyönyörű, nem? Varázslatos. A nagy régiség párbaj. Új rész kedd este 9-kor a Discovery műsorán. Ó, ez lángol, ez lángol! Szálljanak ki, kifelé! Olyan, mint a halálos iramban filmekben. Kiterjesztették a keresést. Fegyvere van! Elszaladt. Egy gyerekkel a karjában. Nem akarta, hogy elkapja a rendőrség. És nem véletlenül. Fel a kezekkel! Üldözés ezerrel. Premier szeptember 1-én a Discovery műsorán. Emily Penn vagyok. Több mint 10 éve vizsgálom a műanyag szennyezést az óceánok vizében. Rájöttem, hogy az ott lévő műanyag többsége mikroműanyag. Szabad szemmel alig látható. De mindenütt ott van. A vízben, amit iszunk, az ételben, amit eszünk, és a levegőben, amit belélegzünk. Immár bizonyított tény, hogy a testünk is tele van vele. Még a méhlepényben is megtalálható. Az azonban még mindig tisztázatlan, hogy mennyire káros ez az egészségünkre. Én mindent megteszek, hogy otthon kerüljem a műanyagot. Üvegedényeket és vízszűrőt használok. A lakásban pedig minden természetes anyagokból készült, még a függönyök és az ágyneműk is. De más megoldások is léteznek. Ideje cselekedni. Toszkánában. Együtt fogtok lakni egy családként. De közben mégis egymás ellenfelei lesztek. A hazamenetel nem opció. Szerinted miért repültem át az óceánt? Olasz mesterszakácsokkal fogtok együtt főzni. Úristen! És a csapatból, amelyik elveszíti a kihívást, egy embertől elbúcsúzunk. Mi? Ciao Villa. Új rész kedd este 9-kor a TLC műsorán. Becsatolni. René, Natasa és a Fróher család útra kell. Velük tartanak a gyerekek, az unokák és az egész pereputty. Több örönnyi nasival. Mindenki kap egy zsák finomságot. Átszelik Dél-Angliát, útjukat pedig kalandok és káosz szegélyezi. Anya és nagymama is vagyok, ez az életem. Tartsatok velük egy emlékezetes utazásra. Fróherék, a boldog kempingezők. Új rész kedd este 8-kor a TLC műsorán. Készen álltok? 3, 2, 1, mehet! Meg kell mutatnunk a világnak, kik vagyunk. Én ezt fogom tenni. Ez nem gyáváknak való. Durva hentelés lesz, és rengeteg akció. Mi vagyunk a mocskos vontatók. Hagyd a kocsimat! Van ott még arany. Sosem tudhatod, mit találsz. Mennyit ért a legértékesebb rög, amit talált? 2,5 milliót. Új életet kezdhet.
Dögöljek meg, ha hagyom, hogy ezt elvegyék tőlünk. Élek! Egyelőre. Készen állok. Ez szimbolikus kapcsolat. Szimbiotikus? Igen, azt mondtam. Befejeztem a viharvadászatot, ennyi volt!